Hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Most jön egy új francia lecke olyan szavakkal, amiket már normálisan ismertek, mivel a magyar nyelv ezeket a francia szavakat kisajátította. Azt hiszem, hogy úgy kell mondani. Igen. Szóval kezdjük azzal a szóval, hogy amateur. 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 Ami franciául azt jelenti, hogy nem profi. T'es vraiment qu'un amateur. Te tényleg nem egy profi vagy. Te tényleg nem értesz hozzá, vagy ilyen. Szóval, tu, ne, te, csak vagy. Vraiment, vraiment, tényleg. Qu'un, csak egy. Amateur. Amateur. Tu n'es vraiment qu'un amateur, vagy t'es vraiment qu'un amateur, amikor gyorsan mondjuk. T'es vraiment qu'un amateur. Ez jelenti, tényleg nem értesz hozzá. Ja, nem vagy profi. Nem csak azt jelenti, hogy nem vagy profi. Például. Amateur d'art, az valaki, aki szereti a művészeti dolgokat. Szóval festményeket például. Vagy akármilyen ilyen művészeti dolgokat. Szóval amateur d'art. Art az a művészet. Amateur d'art. Szóval művészet szerető, vagy műkedvelő. Ezt lehet mindenféle olyan emberekre mondani, akik szeretnek valamilyen dolgot. Például amateur de livre, az azt jelenti, hogy szereti a könyveket. Amateur de livre. Livre, azok a könyvek. Amateur de livre, vagyis egy könyv, S betűvel a végén, könyvek. Amateur de livre. Vagy például amateur de pêche, aki szeret horgászni. Amateur de pêche. Pêche. A pêche az a horgászat. Pêche. De a pêche az a barack is. Szóval itt, amikor azt mondjuk, hogy amateur de pêche, akkor körülbelül tudjuk, hogy horgászatról van szó, mert nem mondhatjuk azt, hogy amateur de pêche valakire, aki szereti a barackokat. Még akkor is, ha nem téved az az ember, aki azt mondja valakire, hogy amateur de pêche, és a gyümölcsre gondol, de nem nagyon használjuk úgy. Szóval azt se gondolnám valakiről, hogy valaki másnak azt mondja, hogy ah, oh, c'est vraiment un amateur de banane. Ó, oh, ő tényleg nagyon szereti a banánokat. Milyen tök jó példáim vannak. Szóval főleg így mond, hogy oh, c'est vraiment un amateur de banane. Szóval c'est vraiment. Egy emberre, amikor azt mondjuk, hogy c'est, az ugyanúgy, mint magyarul, nem nagyon kedves dolog. Mert c'est az nem ő, hanem ez. Szóval c'est vraiment un amateur de banane, az azt jelenti, hogy ez tényleg egy banán szerető. De inkább azt kéne mondani, hogy il est vraiment un amateur de banane, hogy ő tényleg egy banán szerető. De ez nem egy jó példa, mert ezt tényleg nem nagyon így használjuk franciául. Hogyha valaki szereti a banánokat, akkor inkább azt mondjuk, hogy oh, il aime vraiment beaucoup les bananes. Hogy tényleg nagyon szereti a banánokat. Nem tudom, hogy miért hoztam ezt a példát, de mindegy. Na jó, szóval a barackokból indultunk ki, ami a horgászatból indult ki, szóval pêche, horgászat, de pêche, gyümölcs, az a barack. Menjünk tovább ezekben a szavakban. Affaire. 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 Une affaire az egy ügy, egy dolog franciául. Azt hiszem, hogy már mondtam egy másik videóban, amikor a ruhákról beszélünk, vagy akármilyen saját dolgainkról, de a ruhákra is azt mondhatjuk, hogy affaire. Amikor azt mondjuk, hogy oh, je vais chercher mes affaires, az azt jelenti, hogy elmegyek a dolgaimért. Szóval, je vais chercher mes affaires. Je, én, vais, megyek, chercher, keresni, mes,
az enyém, à faire, az én dolgaimat. Je vais chercher mes affaires. De cuccokról van szó tulajdonképpen. És ugyanúgy, ahogy mondtam, a ruhákra is vonatkozik ez a affaire szó. Amikor valaki azt mondja például, hogy j'ai encore des affaires dans la machine, az azt jelenti, hogy még vannak ruháim a mosógépben. J'ai encore, nekem még van, des affaires, szóval cuccaim, ruháim, dans, belül, la machine, a gépben, szóval a mosógépben nyilván. J'ai encore des affaires dans la machine. Vagy ha valakinek azt mondjuk, hogy c'est pas tes affaires, az azt jelenti, hogy ez nem rád vonatkozik. Nem a te dolgod, nem a te bajod. C'est pas, szóval az ce n'est pas, csak mi úgy mondjuk, amikor gyorsan beszélünk, hogy c'est pas. Ez nem. Te, a te, affaires, dolgaid. C'est pas tes affaires, ezek nem a te dolgaid. Amikor azt mondjuk, hogy affaire personnelle, vagy affaire privée, az a magányügy. Affaire personnelle, affaire personnelle, vagy affaire privée, privée, affaire privée, magányügy. Amikor azt mondjuk, hogy avoir affaire à quelqu'un, avoir, avoir, affaire à quelqu'un. Avoir affaire à quelqu'un. Quelqu'un, az a valaki. Avoir affaire à quelqu'un, az azt jelenti, hogy valakivel van egy ügy. Valakivel van valami bajunk. Valami baj. Szóval ebből kifolyólag, ha valaki azt mondja nektek, hogy tu vas avoir affaire à moi. Tu vas avoir affaire à moi. Tu vas avoir affaire à moi. Az azt jelenti, hogy velem gyűlik meg a bajod. Tu vas avoir affaire à moi. Szóval ez nem egy jó dolog. Ha valaki azt mondja nektek, hogy c'est mon affaire, az azt jelenti, hogy ez az én bajom. Ez az én dolgom. C'est mon affaire. C'est mon affaire. Ez az én bajom. Ez az én dolgom. Le chiffre d'affaire. Le chiffre d'affaires, az az árbevétel. Szóval egy cégnek az árbevétele, son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires d'une entreprise, egy cégnek az árbevétele. Le chiffre d'affaires d'une entreprise, az egy cég, entreprise, business. Faire affaire avec quelqu'un, faire. Szóval csinálni, affaire, egy ügyet, avec, valakivel, quelqu'un, szóval valaki, quelqu'un, vel, avec. Faire affaire avec quelqu'un, az azt jelenti, hogy megegyezni valakivel. Faire affaire avec quelqu'un. Avoir une affaire avec quelqu'un. Avoir une affaire avec quelqu'un, az azt jelenti, hogy megcsalni valakit valaki mással. Avoir une affaire avec quelqu'un. Szóval avoir une affaire avec quelqu'un, az félrelépni valakivel. Amikor azt mondjuk, hogy femme d'affaires, az egy üzletasszony. Amikor azt mondjuk, hogy homme d'affaires, az egy üzletember. Homme d'affaires, üzletember. Amikor azt mondjuk, hogy voyage d'affaires, az egy üzleti utazás. Voyage, az az utazás, d'affaire. Voyage d'affaire, üzleti utazás. L'affaire marche bien. L'affaire marche bien. Marcher, az a gyalogolni, menni. De itt azt jelenti, hogy jól működik a dolog. Szóval jól működik az ügy, vagy a dolog. L'affaire marche bien. Bien, az a jól, tudjuk. Akupunktőr. Ezt szerintem mindannyian tudjátok, hogy mit jelent. Az az orvos, aki ezeket a tűket belefele dugja mindenhova. Ide, 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 mindenhova. Akupunktőr.
acupuncteur. Acupuncteur. Antique. Antique. Az a régi. Antique. Szóval valami régi bútor, un meuble antique. Bútor az a meuble. Meuble. Meuble antique. Un meuble antique. Egy régi bútor. De amikor azt mondjuk, hogy antiquité, antiquité, az már azt jelenti, hogy régiség. Szóval például lehet is azt gondolni erről az antikitéről, hogy egy valamilyen értékes dolog, értékes régiség. C'est une antiquité. Ez egy régi dolog. Értékes dolog. Nem mindig értékes, de c'est une antiquité. Vagy például le musée des antiquités. A régiség dolgok múzeumja. Vagy az értékes régiségek múzeuma. Le musée des antiquités. Le musée des antiquités. Le musée des antiquités. À propos, az, amikor valami alkalmas időben jön. À propos. Például, cette affaire vient très à propos. Cette affaire, szóval ez az ügy, vient, jön, très à propos. Très à propos. Ez az ügy nagyon alkalmas időben jött. Cette affaire vient très à propos. À propos, az azt is jelenti, hogy mellesleg egyébként. Például, à propos, on va au cinéma samedi soir? À propos, on va au cinéma samedi soir? Egyébként, megyünk a moziba szombat este? À propos, on va, mi megyünk, au cinéma, a moziban, samedi, samedi, szombaton, soir, este. À propos, on va au cinéma samedi soir? Tényleg, megyünk a moziba szombat este? Vagy egyébként, megyünk a moziba szombat este? Bagatelle. 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 Az egy semmiség. Valami, aminek alig van értéke. Valami, ami nem lényeges. Oh, c'est de la bagatelle. Oh, ez csak egy lényegtelen dolog. Ah, c'est de la, ez csak. Bagatelle. Oh, c'est de la bagatelle. Lényegtelen. De azt is jelentheti ezt a, ez a, oh, c'est de la bagatelle, hogy oh, pff, az tök könnyű megcsinálni. Oh, c'est de la bagatelle, ce truc. Oh, ez a dolog, ez tényleg. Tök könnyű. Ez egyszerű. Szóval nem kell hozzá túl nagy erőteszítés. C'est la bagatelle. A hétköznapi nyelvben, szóval ez a dolog, amit az emberek így egymás közt mondanak, mikor valaki azt mondja, hogy bagatelle, bagatelle. Az azt is jelenteti, hogy előjáték, vagy azt is jelentheti, hogy szeretkezni. Aimer la bagatelle, az szeretni a szerelmi dolgokat. S'amuser à la bagatelle, az azt jelenti, hogy elveszíteni az idejét ilyen semmiségekkel, semmi dolgokkal. S'amuser, s'amuser, az tulajdonképpen szórakozni. S'amuser. Mára is ennyi volt ezzel a francia leckével. Ezeket a szavakat már magyarul ismertétek, vagyis a magyar nyelvben ismertétek, de nem tudom, hogy tudtátok-e pontosan, hogy franciául hogy kell kimondani, és hogy franciául milyen különböző dolgokat jelentenek ezek a szavak. Most legalább már tudjátok. Lesznek majd még ilyen leckék, ilyen francia nyelvű magyarban is használt szavak, mert így legalább ezeket a szavakat már ismeritek, és lehet, hogy könnyebb lesz megjegyezni őket. Szóval köszönöm szépen, hogy néztétek ezt a videót. Szokás szerint minden le van írva lent a videó alá, hogy miket mondtam ezekben a videókban, és nem sokára találkozunk egy másik videón. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok!